Halli papi, mami, csináljunk egy jó kis kávét. Jó reggelt kívánok. Egyébként ezeket így általában reggel veszem fel, ezeket a vlogokat. Most már 8 óra van, mert a kutyus az föl szokott kelni ilyen 7 órakor minimum. Fél 7, 6, meg ilyenek. És akkor ilyenkor megcsináljuk a kávét. Na, reggel már, amikor lementünk sétálni, akkor rögtön beindult egy flex valahol, mert anélkül szerintem nincsen egyszerűen lakópark, hogy egy flex valahol ne induljon be. Már azon gondolkodtam, hogy ezeken a flexen, meg ezeken a ilyen építőipari gépeken, vagy a felújításra alkalmas gépeken ilyen időzár lehet, mert szerintem így ilyen fél hatkor, vagy fél hét körül így puk, így kiold, és addig várnak rám, addig nem lehet használni, és ahogy kiold, így rögtön el kell kezdeni ütve fúrni, vagy valamit így 6 órakor. Tehát 9-kor már az szerintem egész egyszerűen nem működik. Lehet, hogy 9-kor már megint visszaold ez a zár, és akkor ezt muszáj megcsinálni. 6 óra és 8 óra, fél 9 között kell mindenképp csinálni. Mert egyébként megértem, hogyha hívnak valami szerelőt, vagy nem tudom, és akkor az biztos, hogy nagyon korán tud csak kijönni, vagy akkor van a munkaidő onnantól kezdve, mert sok helyre mennek. De én még olyat nem hallottam, hogy délután érkeznek, mert délelőtt már volt dolguk valahol. Meg amúgy is, nem tudom, valahogy ez szerintem ilyen fét is, hogy az embereknek, hogyha saját maga újít föl, akkor is láttam már ilyen szomszédot is, hogy saját maga újít föl, és hát valahogy ő is 7 órakor kezdte. Amúgy nekem konkrétan olyan, mint hogyha ilyen Truman Show-ba lennék, hogy van, amikor mondjuk így nagyon elfáradok, tehát bármikor történjen mondjuk egy ilyen délutáni alvás, és akkor úgy le akarok relaxálni, és így mindent előkészítek, ilyen illóolajokat, meg így mit tudom én, füstfelhő van, meg ilyen indiánokat hívok, akik táncot járnak, és akkor így lefekszek, és akkor beunyom a szemem, ilyen rohadt fáradt vagyok, mert én ilyen nagyon-nagyon rossz alvó vagyok, meg ilyen 20 éve nem aludtam már rendesen, meg ilyen apróságok, így fölkelek 40-szer, vagy kivek WC-re, és akkor így rám tör az, hogy úristen, most így tudnék aludni, és akkor ezt a szeánszot így megcsinálom, meg így berakok ilyen űrhajó hangot, ami így zúg, meg vízesés, meg minden, és akkor így lefekszek, és abban a pillanatban így elindul valamilyen szerszám, vagy elkezdnek ilyen füvet nyírni, vagy tehát valami, de ilyen brutális hang így egyszer csak, és pont abban a pillanatban, amikor leteszem a fejem, hogy akkor most már így mehet. Egyébként nálunk itt ilyen üzenőfal van, így amikor kiraknak ilyen plakátokat, akkor azt szokták csinálni az emberek, hogy így odaírnak így tollal ilyen üzeneteket, így de ilyen hihetetlen, nem hiszitek el, hogy mondjuk szerintem máshol is biztos így van, vagyis hogy legalábbis sok helyen biztos van így ilyen, ahol ilyen emeletes, ilyen lakóparki házak vannak, de kitesznek valamit, tudjátok, így teljesen mindegy, hogy mit, valami ilyen házzal kapcsolatos ügyintézés, vagy bármilyen felhívást, és akkor kiragasztják így a falra, és akkor így oda van írva így sutyiba, valaki levisz egy tollat, és akkor így ráír így valamit, meg ott benyilazza, és akkor így üzengetnek egymásnak ilyen nagyon csúnyán, és akkor úgy mész a lifttel, meg a, mit tudom én, a lépcsőházba, és hogy tudod olvasgatni, hogy oda van írva valami, és akkor arra valaki válaszolt valamit, és akkor az megint visszaválaszolt, és ott így írnak így egymásnak, így ezek az emberek, így nagyon-nagyon vicces egyébként. Többek között most olyanok voltak írva, hogy ne tépd le, és akkor így le volt tépve, mert haval kezdődött, és akkor a másik oldalon már ki volt rakva, és ugyanúgy rá volt írva tolva, hogy ha letéped, úgy is kirakom újból, és akkor... És így az emberek így tépked, meg így beletépnek, tudjátok, meg kitépnek egy darabot, meg nagyon durva. Van például nagyon sok ilyen gyerekjátszótér, majd többek között, ugye volt olyan vita is, hát nem itt, csak hallottam sok ilyen lakóparkban például, hogy legyen-e focipálya, tudjátok, ez a ráccsal elkerített focipálya, mert hogyha ott laksz, akkor folyamatosan csak azt hallott, hogy buf, 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 ugye nekiütik a focilabdát. De erről is volt ilyen nagy vita, hogy így beszüntették, mert a körülötte lévő lakókat ez milyen szinten zavarja. De azt hiszem, hogy ezt úgy kéne csinálni talán, hogy ott kéne megszavaztatni a környékbeliekkel, hogy
hogy szavaznak, nem? Hogy ott legyen egy ilyen focipálya, mert mondjuk annyi gyerek van, meg van rá igény, és ők azt mondják, hogy ha ők ott laknak, és szívesen lemennek a gyerekek is focizni, vagy akár a felnőttek is oda, akkor ők szívesen elhallgatják azt is, hogyha rúgják ott a bőrt. Szóval ennyire nem szabadna így befásulni. Amikor még én fiatalabb voltam, mondjuk ilyen, mit tudom én, 16-17 éves, akkor nálunk ilyen focipálya ringek ugyanígy voltak, sőt, ilyen külön ilyen, hát én nem tudom, hogy mi a megfogalmazása ezeknek, ilyen sportpályák voltak, talán ez a legjobb kifejezés, és nagyon sok volt, nagyon sokat megszüntettek, tehát beépítették ilyen mindenféle lakóparkkal, mindenféle üzletlánccal, nagyon sok hely volt, és ezeket megszüntették. Egyébként ott a környéken például nem volt kifejezetten lakóövezet, tehát nem ennyire benne volt a szájában, mint hogy van három tömb, és a közepén van egy focipálya, hanem ott azért elég szellős volt, és bármikor bemehettünk oda fiatalon, tehát egy ilyen sportközpontszerű volt, több focipálya volt, betonpálya volt, füvespálya volt. Ezeket így megszüntették, ez is nagyon érdekes, hogy ezeket a sportpályákat is így beszüntették, bár mondjuk itt is van mondjuk egy kifejezett sportpálya, a hál' Istennek, egy ilyen zöldövezett részben, de látom, hogy sokkal kevesebb van most már ilyen kis gyerekjátszó térből egyébként elég sok van. Itt a környéken is, mindig mikor sétáltatom a kutyát, akkor látom, hogy bent vannak ezek a családos emberek itt a gyerekekkel, és nekem az a meglátásom, hogy nagyon jó ez a játszótér arra, hogy a különböző ilyen egyedülálló, vagy nem egyedülálló apuka, vagy anyuka ott így ismerkedjenek egymással. Valahogy én mindig ezt látom, hogy jó oda bemenni kisgyerekkel, hogy megismerje csinos anyukákat, vagy jó kiállású férjeket. És akkor mindig látom, hogy ott ülnek, és akkor ezek a szülők ott így jópofáskodnak egymással. De lehet, hogy csak ilyen rossz indulatú vagyok, vagy nem tudom, én mindig ezt láttam, hogy erre jók ezek a helyek. Amúgy is tök jól lehet csajozni kisgyerekkel szerintem, szóval én amikor még pici volt a keresztfilm, akkor mentem, és akkor minden nőnek ligért a száj, azt hitték, hogy az én fiam, és egy egyedülálló apuka, aki ott viszi a fiát, itt jó fejkedik, és bele könnyen lehet azonosulni szerintem, úgyhogy vagy kutyával, vagy pedig gyerekkel kell csajozni. Nekem így nagyon sok ideig én nem szerettem volna mondjuk kertes házban lakni, mert van egy ilyen hülye érzésem, hogy minden hangra fölébredek, és akkor, hogyha én ilyen kertes házban vagyok, akkor minden neszre, azt hiszem, hogy éppen beugrottak a kerítésen, meg jönnek, meg a süni ott mászik kint. Nekem ilyen telken is ilyen nagyon fura így aludni, mert egyfolytában fölébredek, meg így jár az agyam, meg kimegyek megnézni, hogy nincs ott valaki, nem tudom, nyilván ezt biztos szopni kell, hiába van kurva nagy kerítés, vagy riasztó, vagy nem tudom, meg az ember, hogyha nem is egy rossz környéken lakik, tök mindegy, nekem így jár így az agyam folyamatosan sajnos, de például idővel, meg most már azt mondom, hogy nagyon szívesen laknék például egy kertes házban. Régen azt mondtam, hogy igen, egy panel, meg sokkal, nekem az így komfortosabb, így minden, nem kell semmit így magadnak, minden itt van, de egy kertes házban ugye nagyon sok munka van, nyilván a kert, meg minden, és most már így azt érzem, hogy tök szívesen lennék például kertes házba, szóval ez is így változott, így ez a nagy lakóközösség is kezd így az agyamra menni, picit antiszociális vagyok így az emberekkel kapcsolatosan, majd ezzel is lehet, hogy egyszer így beszélek, mert amúgy nem, de a lakóközösségben, a lakóparkban, meg ahol élek, ott nagyon antiszociális vagyok. Én nem akarok senkivel beszélgetni, nem akarok a liftbe, nem akarom meghallgatni a két percben összefoglalt hónapját, hogy mi történt vele, vagy az aznapját. Engem ezek nem érdekelnek, meg ezek a rohadtul zavarnak. Nem akarok jópofáskodva beszélgetni a mellettem lakókkal, mintha ismernénk egymást.
engem ez zavar, nem tudom, tehát én rohadtul antiszociális vagyok, így ahol élek ott a környezetemmel, vagy a lakóközösséggel. Amúgy meg rohadtul nem vagyok az, tehát nagyon szeretek emberekkel megismerkedni, vagy mondjuk így a vízipipa találkozókon bárkivel beszélgetek szívesen. Tehát nagyon nyitott vagyok, de valahogy így ez a lakó közösség, meg az agyamra megy, hogy így jönnek és jópofáskodnak, és beszállok egy liftbe, és hiába nem tudom már tolerálni, hogy ott van egy idős, én mindenkinek megadom a tisztességet, vagy a tiszteletet, és akkor milyen szép piros cipő, maga egy piroska, és akkor így állok, és nincsen kedvem, én azt érzem, hogy így nyíljon ki a lift, és így elmegyek onnan, így nincsen kedvem ott jópofáskodni velük, na mindegy, szóval már így azt érzem, hogy így nem szívesebben laknék egy ilyen kertesbe, ajde szeretem a kávét, még mindig a rohadt életben megiszok, vagy 15-5 naponta. Na jó van, papi.